Sziasztok! Jó napot! Rajnár Micsinyei Nóra vagyok. Itt áll mellettem az apám, az 1956-os intézet egykori igazgatója, az MTA levelező tagja. Az egyik első és legrégebbi emlékem az 1956-os intézettel kapcsolatban, hogy 10 évesen, 1998-ban a nővéremmel otthon I Love 56-os intézetes kitűzőt gyártunk, mert az állami támogatás megvonása miatt veszélyben az intézet. És baromi büszkék voltunk, hogy Göncz Árpád is kért belőle egyet. Most 20 évvel később nincs 56-os intézet, és a Magyar Tudományos Akadémia és az egész tudomány szabadsága a tét, és ezt elképesztően rémisztőnek tartom. Most pedig szeretnék felolvasni egy részletet. Becher Iván, hogyan csináljunk sok magyar Nobel-díjas című novellájából. Szóval igazuk van a szélsőkörös vélemény megmondóknak. Igazi magyar Nobel-díjasra még várni kell. De ha várni kell is, ne várjunk ölbetett kézzel legalább. Tegyünk is valamit azért, hogy legyenek végre valahára. Igen sokat segíthet például, ha a tehetséges magyart lekommunistázzuk és elbocsátjuk állásából. Ez történt Hevesi Györggyel 1919 végén például, aki Freiburgba tette át székhelyét, de onnan a németek elől Stockholmba ment, ahol ha már úgy is ott volt, 1944-ben átvette a kémiai Nobel-díjat. Alapvető feltétel az üldözés. Ha célhoz akarunk érni, bizony üldözni kell a tehetséges magyart. Természetesen a kommunizmus bevezetése is szép eredménnyel járhat. A világ számos tudóst köszönhet annak, hogy nálunk erre egyszer már sor került. Megkockáztatható, hogy az egész számítógépes forradalom nem így zajlott volna le, ha Gróf Andrást 1956 telén egy derék embercsempész át nem segíti a határon. Komoly motiváló tényező lehet, ha a tehetséges magyart megfosztják Itoni katedrájától, mint az Békési Györggyel történt, aki ezután annyira összeszedte magát, hogy pár évvel később, 1961-ben meg is kapta az orvosi Nobel-díjat. De igen komoly motiváló tényező a tehetséges magyarok életére törni. Harsányi János, Klein György, Soros György mind halálra voltak ítélve. Csak ők nem voltak hajlandóak meghalni. De aztán megbecsülték magukat. Aztán, ha a munkánk gyümölcsözik, és a kellőn, vagyis magyarosan sarkalt, tehetséges magyar sikereket ér el a világba, netán még Nobel-díjat is kap, akkor lehet majd büszkének lenni rá. Emléktáblát elhelyezni a szülőházán, és magunktól meghatottan hazaszállítani a hamvait. Ilyen egyszerű az egész. Köszönöm.